Sziasztok, Attila vagyok Isten királyságából, és Jézus Krisztus a testben megjelent örökké áldandó Isten. Ámen. Ma a spirituális pedofiliáról fogok beszélni, és annak mindenféle vonatkozásairól, amit éppen a Szent Szelem eszembe fog juttatni. Jó, én se tudom még, hogy hogy lesz ez. Um, Próbálj meg kicsi személyese is tenni, tehát bizonyságot is tenni, és próbálok általánosságokat is összefüggéseket megfogalmazni, hogy hát ha ti is magatokra ismertek az életetekben, tehát azokkal kapcsolatban, amik történnek a világban. Jó, tehát spirituális pedofília, senki ne jegyen meg ettől a vad címtől. Ezt most csak azért hozom, ugye, mert mindenféle botrány van spirituális. Na, tehát fizikai pedofil botrányok, de ennek vannak mélyebb gyökerei, tehát spirituális pedofilia. Miért hozok egy ilyen csúnya címet ennek a mai témának? Azért, mert a, a, a pedofilia ugye az azt jelenti, hogy a gyerekeket bántalmaznak szexuálisan, vagy molesztálnak, és hogyha átmegyünk spirituálisba, azaz szellemi vagy transzcendentális vonatkozásba, ugye ezek a szavak azt jelentik, hogy az ember, többet keres a puszta anyagi, materiális létezésnél, igaz? Tehát keresünk, mondhatjuk úgy is, hogy nem csak előre nézünk, meg körben hanem fölfele is nézünk, hogy hát, ha van ott valami, vagy valaki, igaz? Tehát a spirituális pedofiliának az a lényege, hogy megerőszakolják az olyan, úgymond keresőket, olyan Nevezzük így szellemi csecsemőket, és most szellemi szó alatt nem az agyunkat értem, tehát nem a mentális csecsemőséget értem, hanem a szellemi, szinten spirituális ö, jelentést értek. Tehát ö, spirituális csecsemőket meg akarják erőszakolni. Mert hogyha te keresed az igazságot, akkor, ö, akkor ugye eljutsz az életed értelméhez is. És ezen a világon vannak gonosz entitások, gonosz lények, ezt bizonyára tudjuk. Elmondok egy történetet, hogy volt egy barátom, van egy barátom, aki beszélt velem arról, hogy amikor ő, ő, ő tehát sok Féleképpen volt árva, mert nem csak a szülei mentek el, hanem még a gyámjai is elmentek sajnos, és akkor mindig gyám, tehát árvaság alatt maradt. És hát belekeveredett rosszabbnál rosszabb helyzetekbe, és neki volt egy olyan pont az életében, ő ezt nekem úgy mondta, hogy hogy már annyira elkeseredett, hogy, hogy annyi minden rossz ez a világ, hogy ez nem lehet, hogy minden ellenem össze van esküdve, és azt mondta, hogy valami jónak csak kell lennie, igaz? És, és akkor ő elkezdett imádkozni, és végül megtalálta ugye Istent, vagy mondhatjuk úgy is, hogy Isten is rátalált a barátomra, de utána még az ellenség nagyon nem akarta, hogy az igazsága ki bukkanjon, kiderüljön, kijöjjön ez a testvérem, ez a, hát most már mondhatom, hogy testvérem a hitben. Ugye én magam Jézust követtem, és maga Jézus mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet. És ezt pont a köznéven hitetlen Tamásnak mondta. Tehát a Tamás, ő az egyik tanítványa volt, követője volt Jézusnak, de voltak pillanatai, amikor megingott a hite, és kételkedett. És akkor ennek a Tamásnak mondta azt Jézus, hogy de ugye maga Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, vagyis a mennyei édesapánkhoz, csak is ő általa, ugye Jézus által. És sokan keresgének sok felé, szerintem ez a három elmúlt év ez nagyon is rájátszott arra, hogy sok embernek fölnyit a szeme, hogy valami nem stimmel ezzel a világgal, annak vezetésével, a propagandával, a médiával, tehát amit a tehát beleöntenek a fejünkbe, a szemünk elé tesznek, valami nem stimmel, nagy hazugságban élünk, és ha te is ezen közé az isteni kegyeltek közé tartozol, akkor az Atya Isten az édesapa téged is hív. És akkor téged nevezhetünk úgy, mint egy spirituális csecsemőnek, akinek elkezdett kinyílni a szeme, hogy valami nem stimmel. És te egy kereső lettél. Aztán az is lehet, hogy már ismered Jézust, és akkor ő tehát már egy picit, már nem ilyen most születek csecsemő, vagy hanem kicsit erősebb vagy a hitben. De vannak ezek a predátorok, vannak ezek a ragadozók, ezek a hát erőszakoskodók. Erről a Biblia úgy beszél, mint a Nimród. A Nimród volt az a vadász Isten előtt, ez a teremtés könyvében megtaláljátok közvetlenül a Noé özönvize után, jön a Nimród. És a Nimrod azt csinálta, hogy összegyűjtötte az embereket, hogy építsünk egy szép nagy tornyot, és akkor majd eljutunk az égig. Ugye a régiek még nem hittek ebbe a jezsuita hazugságban, hogy van egy ilyen végtelen világűr, tehát ők abba hittek, hogy ugye van egy búra, és akkor szépen föl lehet egy toronnyal jutni ugye a föld körüli búrához, és akkor a búra fölött ott van Isten. És akkor építünk egy szép nagy tornyot, és akkor följutunk a mennybe, följutunk szépen az égig. Jó, és ez a Nimrod, ez egy nagy vadász volt, és ez a vadász, ez azt jelenti, hogy a lelkeket elkezdi levadászni saját magának, betenni az ők is rendszerébe. Um, tudjátok, minden piramis tetején van egy ilyen lecsapott sapka, és akkor abba bele van téve egy mindent látó szem, és ugye ez annak a leuraló vallásnak a jele, hogy, hogy valaki Istent akar játszani, miközben ő is csak egy teremtett lény. Jó, bizonyára láttatok már ilyen háromszöget, van egy lecsapott kis háromszög, tehát egy, egy, piramis, és a végén van egy lecsapott háromszög, benne egy szemmel, ugye, nézzétek meg az amerikai egy dollárost. Ugye ez a, hát nem annyira szabad, mert ők rabszolgák, kőművesek, tehát nem szabadok ezek a kőművesek, hanem rabszolgálja a sátánnak, de ők magukat így nevezik. Egy sokféle verzió van, de most nem is ez a lényeg, hogy melyik összeesküvésbe megyünk bele, hanem az a lényeg, hogy vannak spirituális ragadozók, ilyen nimródok. Na most a Nimrod, tehát négy betűje van a Nimrodnak, ugye N, M, ez a négy betű. Jó, ugye a, a régi írásokban a magánzókat nem tették ki, és minden egyes betűnek volt jelentése. És a Nimrod az az N, M, R, hármas, ilyen betűgyökből származik. Minden szónak van egy ilyen hármas betűgyöke, jó a régi nyelvekben. És a Nimródnak az N, M, R, tehát igen, nem ród. ugye a D-t a végül, és akkor van az NMR. És ez a hármas betű, ez azt jelenti, hogy, hogy valami ilyen ragadozó macska. Most ha jól emlékszem, akkor Leopárd vagy Párduc, valamelyik ilyen nagy, nagy, nagy macska. beszélünk. <coughs> tehát ilyen nagy beszélünk, és ezek a ragadozók, ugye azt mondja a Biblia, hogy vajon a, a Párduc vagy a Leopárd meg tudja változtatni a foltját, ugye? Tehát a bőrének a színét nem tudja de, de lehet, hogy, hogy ha meg is tudná mondjuk egy kaméleon változtatni a színét, tegyük fel, most beszéljünk egy kamélemről, de annak a belső természete ugyanolyan marad. Most ez a Nimrodi vallás, amit úgy nevezünk, hogy Babilon vagy Bábel, ami visszaköszön majd a jelenések könyvének a legvégén, ugye most a teremtés könyvébe vagyunk, de ez át és átmegy az egész Biblián. És visszaköszön a jelenések könyvének a legvégén, amit úgy neveznek, hogy a a nagy parázna, a, a titok, a Babilon. Ugye, és akkor ő egy asszony, aki ül, ugye, hét hegyen vagy hét dombon ül, és akkor a az ilyen politikai rendszereket ő szépen megüli, um, lelkekkel kereskedik, a királyokkal paráználkodik. Tehát van egy ilyen rendszer, van egy ilyen nimródi vallásos rendszer, amely elindult piciben a Bábel tornyánál, hogy ők majd szépen ilyen építkezés által följutnak ugye az égig, ugye ez volt az agendájuk, ez volt ugye a napi rendjük, a programjuk. És ugye Isten ezt a Nimrodi programot összezavarta, és elnevezte Bábelnek, ugye zűrzavarnak, tehát ha jól tudom, maga Isten adta ezt a nevet, hogy Bábel, mert addig nem is ez volt a neve ennek a programnak, de Isten el, ezt a nevet adta, hogy, hogy Bábel, tehát zűzavar, és Ma is megy ez az agenda, ez végig megy a világtörténelem során, mindenféle vallásokon keresztül, ugye? Tehát van egy az Isten, és őt ugye, meghamisítják, mindig kicsit ö, máshogy mutatják be. Ezek a spirituális pedofilok, jó? A spirituális pedofilnak az a célja, hogy te, és mögötte a sátán van a vádló, az embergyilkos, tehát embereken túl mindig a sátánt kell látni, jó? Az emberek csak ilyen függőny, ilyen hogy te az embert látod, és nem látod a mögötte levő bábmestert, a gonoszt, És az Úr Jézus azt mondta a sátáró, hogy ő azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson, de Jézus ő azért jött, hogy életünk legyen, és bőséges életünk legyen. És az ördög az ugye ráviszi az embert a bűnre, mert tudja, hogy a bűn a halál, és akkor ugye a bűn miatt meghal az ember, vagy nem találkozik az Istennel, és nem lesz neki élete. Tehát ez a lényege, a gonosznak, és a spirituális pedofíliát, hogyha most kicsit elkezdjük kivesézni. Hát talán kezdjük a, az én életemmel, jó? Úgy egy picit beszélünk az én életemről. Amikor én ugye fiatal voltam, akkor tehát természetesen egy tehát Isten nélküli ateista családban nőttem föl, és volt egy olyan töréspont az életemben, általában a töréspontok azok, amik fölnyitják az emberek szemét, mert addig csak így, mint a zombik, el vannak a kis saját csontornyukban az emberek, a kis világukban el vannak, a kis kitalált életcéljaikkal, ambíciójukkal, stb. poénjaikkal, jó, meg ketteléseikkel, stb. És mint egy vágó hidra menő juhók, ugye teljesen se kép, se hang, nem látnak semmit, nem hallanak semmit, csak mennek, mint a zombik. Uh, így nevezi a Biblia az ilyen vak embereket, hogy vágó hídra való juhok. Tehát teljesen buták, mint a kis, kis állatok. És uh, amikor történik egy törés az életedben, akkor lehetőséget kapsz Istentől, vagy az élettől arra, hogy uh, elkezd gondolkodni, hogy hoppá, valami itt nem úgy van, ahogy az kéne. És nálam is volt egy ilyen, és akkor kezdtem el az életértelmét keresni, hogy mi az életértelme. Persze, tehát fiatal kölyök voltam, um, egy, nem egy rossz iskolába jártam, tehát egy eléggé, hogy mondjam, elit iskolába jártam, és um, tehát elég magas szintű volt az oktatás, és um, tehát én is éltem az életemet, meg, meg, stréber voltam, jó tanultam, stb., meg így próbáltam így nem csinálni semmi rosszat. Persze azért volt egy-két ökörködésünk, meg minden olyan dolog, ami, tehát ilyen ifjúkori csintevések, persze. Um, de ott volt bennem ez a maró kérdés azután a ominózus, tehát töréspont után, hogy mi az élet értelme. Mert az egy dolog, hogy itt el jó pofizunk, szórakozunk, aztán felnövünk, akkor választunk egy szakmát, családunk lesz, ugye szépen dolgozgatunk, gyerekeket nevelünk, felnőnek, kirepülnek, aztán nyugdíjas életünkre valami jó pofa dolgot kitalálunk, hogy mivel ütjük el majd az időt, és akkor unokázunk, aztán, mit tudom én, előbb-utóbb meghalunk, és akkor ennek így marhára nincs értelme, és akkor ugye ez vezette az embert el a transzcendentális keresésre, hogy valaminek itt kell lennie. Mert hogyha ha itt nincs semmi, akkor semmi értelme az egésznek. Hogyha csak úgy van, ahogy az iskolában tanultuk, hogy molekulából áll minden, azt kész meg atomokból, akkor annak nem sok értelme van. Mm. És ugye akkor az egyértelműen az erkölcsi pusztuláshoz is fog vezetni, mm. Csak a lényeg az, hogy, hogy aztán rám talált az Isten, mert jött egy ilyen gondolat teljesen váratlanul, tehát nem én, nem kerestem az Istent, ő keresett engem, hogy a létezik Isten, az élet értelme őt dicsérni. Tehát ez volt az ilyen ominózus gondolat, amit egy iskolai óra keretén belül nem a tanárnő szájából kaptam, hanem így rám esett. Az Isteni kegyelem, amikor egy keresgélő emberre egy Isten rá egy gondolatot, vagy egy szikrát, jó? És akkor mint spirituális csecsemő, elkezdtem keresgélni. Hát jó, ha van Isten, akkor nekem kell az az Isten. És akkor én ugye beszélgettem már egy emberkével, aki már ilyen istenes út, ilyen Jézusos. És akkor ő azért egy-két dolgot el tudott mondani erről, de nem mindent, de nem valami amit tudott elmondott, és akkor kicsit terelgetett ugye Isten felé. Aztán volt nekem egy bibliám, ő tehát valami ilyesmi biblián volt, nem pont ugyanez a kiadás, de ilyen kis kék biblián volt, és ez, ebbe az a jó, hogy elfér a zsebedbe. Egy ilyet már kaptam, és akkor ugye ezt elkezdtem olvasni, és hát nagyon megdöbbentett, hogy Jézus abszolút nem ilyen vallásos, meg tudjátok, a, már akkor is nekem volt fenntartásom mondjuk a, az egyházakkal, ugye, mert a pedofil papok meg ilyenek, meg a bűneik, és tehát nekem abból ugye semmi nem kellett az egyházas libó, hogy bemész, és akkor ilyen halott a zenét hallgatsz, meg mit tudom én, értitek. És viszont Jézus azt tetszett. Tehát Jézus az kifejezetten jó, jó, fej volt. Természetesen eljött az a pont, amikor az én bűneimre is rámutatott a Biblián keresztül ugye az Úr. És akkor tehát el kellett oda nekem is jutni, hogy meg kellett értenem, hogy mi az, hogy kereszt, mi az, hogy megváltás, mi az, hogy én magam is bukott bűnös ember vagyok. Most ugye múlt időben beszélek, a azzal az agyammal beszélek, amit ugye akkor uh, éltem át, még megváltás előtt, és um, ugye mivel jártam egy egyházba, és teljesen mindegy, melyik uh, ilyen uh, gyors láncról beszélünk, mert mindegyik ugyanolyan, tehát ők a spirituális pedofilok, majd ezt elmondom, hogy miért, és um, Ugye én ott abba az egyházba mindig azt kaptam, hogy hogy így a tíz parancsolat, úgy a tíz parancsolat, ilyen törvény, olyan törvény, és nem beszéltek nekem Jézusról, nem beszélt ifjúsági alkalmakra jártam időnként, meg néha elmentem ugye a szép ilyen liturgikus istentiszteltükre is, de úgy nem, nem értettem, nem magyarázták el, nem esett le a fatantusz, hogy, hogy itt arról van szó, hogy a bűnös bukott, Ádámi természetemet meg kell váltani, meg kell menteni, meg kell szabadítani. És azt le kell tennem. Tehát, hogy meg kell tagadnom, és elutasítanom, és elválnom tőlem, mint amikor egy, hát most egy jó példa, vagy vicces példa mondjuk, amikor egy hüllő ugye lerakja a régi bőrét, vagy egy csiga kijön a házából, és, és lesz neki egy új, vagy egy hernyó bebábozódik, és akkor egy új életet kezd utána, ugye lepkeként. Tehát, hogy ezt a régi életet ott kell hagyni. Rengeteg ilyen biológiai példa van, amit elő lehetne hozni, és tehát egy transformáció, vagy egy, úgy is mondhatjuk, hogy tehát egy olyan értelme vett átalakulás, hogy a régi meghal, és egy újnak kell létrejönnie. És ezt az Úr Jézus úgy tanította nekünk, hogy aki meg akarja menteni az életét, vagy meg akarja tartani az életét, dédelgetni akarja, kebléhez ölelgetni, és nem akarja elengedni a régi életét, a bükö, bukott bűnös ádámi természetét, akkor az, az el fogja veszteni az életét, az meg fog halni, az tönkre fog menni, sőt, a, úgy mondja Jézus, hogy a gyennába fog kerülni a lelke. El fogja veszteni. A gyehenna az egy ilyen szemétégetőt jelent. Tehát az örök tűz tavát jelenti a gyehenna, a szemétégető. Ahova a szemetet kidobják, és ott folyamatosan égni fog. És azt mondta Jézus, hogy aki viszont képes arra, hogy elveszítse az ő életét, én értem is az evangéliumért, az meg fogja találni. Értitek? Tehát, hogyha te képes vagy letenni ezt a régi életedet, odaadni Isten kezébe, hogy jó uram, akkor ezt tüntessük el, mert ez rossz volt, ez bűnös volt, ez nem működött, ez értelmetlen volt, ez téveiget, akkor megkapod Jézus életét, tehát az Istennek, a Teremtőnek az életét megkapod belőle. Persze ennek megvan a protokollja, hogy víz alá kell merítkezni, meg kell vallani a bűneidet, hinnet kell Jézusban, hinnet kell a meghalásában és a föltámadásában Jézusnak, ugye a kereszten megölték, eltemették harmadnap föltámadat. Tehát ennek van egy protokollja, minden Isten szerint működik, és nekem volt ez a Biblia, És akkor ilyen 18 éves lettem, és akkor ugye még, minden normális fiatal, ugye, vagy tovább tanul, vagy ugye elmegy dolgozni, ugye én a tovább tanulást választottam, és akkor járkáltam ezekbe a gyülekezetekbe. Ez a hagyományos egyház, innen kijöttem, aztán átmentem egy ilyen modernebbe, de mindenütt valahol volt egy ilyen megerőszakolás, tehát spirituális pedofília, ami azt jelentette, hogy hogy valahogy, bennem volt egy ilyen, hogy amikor én egy igazságkeresőként olvastam a Bibliát, és ezt nekem nagyon tetszett, és nem kellett magyarázni, hogy ez miért igaz. Tehát egyszerűen éreztem a szellemembe, hogy ez úgy, ahogy van, igaz. Ebben semmi hiba nincs. És. és amikor ö, láttam ezekbe az egyházakba, meg ezekbe a keresztény összeéletelekbe, hogy mindig valahogy lelaposítják, kifordítják a dolgokat, és, át, és állandóan a vezetők, a vezetők mindig lelaposítják az igét tisztelet a remélem nagyon kevés, de legalább legyen kivételnek, tehát legyen kivétel tisztelet nekik, de általában ezek lelaposítják a Bibliát, hogy azt nem úgy kell érteni, nem így kell csinálni, nem kell radikálisnak lenni. Tehát ha Jézus azt mondta, hogy hagyd ott a hálóidat, akkor hagyd ott a hálóidat. Ha Jézus azt mondja, hogy aki nem gyűlöli meg apját, anyját, testvérét, rokonait, stb., még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom, akkor ez így van. Tehát ez nincs semmit elvenni és hozzáadni. Ez így van, kész. Vagy elhiszed, vagy nem. Ez egy olyan, mint a sak, vagy fekete, vagy fehér, tehát nincs ilyen kompromisszum Isten országában, nincs kompromisszum, jó? Vagy elhiszed, vagy nem. Főkapcsolod a lámpát, vagy lekapcsolod a lámpát, ez a két lehetőség van. És ugye a hitetlenek, meg a gyávák azok, meg a bűbájosok, a varázslók, tehát ezek mind nem öröklik majd Isten országát, tehát nem jutnak be. És a Biblia kerekperec leírja ezeket a dolgokat, hogy a kapu az bizony keskeny. Az egy szoros kapu, azon át kell menni, és nagyon kevesen találják meg, de persze ezek a spirituális pedofilok, mivel ők maguk nem mennek be, ezt Jézus úgy mondta a Máté 23-ban, hogy vannak ezek a nagy ilyen farizeus képmutató, ilyen vallásos főnökök, akik szeretnek úgymond beülni a Mózesnek a székébe, hogy eljátszák, hogy ők a Mózes, ők az egyszemélyes pásztor, majd ők viszik a nyájat, majd mi megmentünk titeket, jó lesz. És azt mondta Jézus, hogy ezek beülnek a mózes székébe, és akkor tanítanak mindent. És azt mondja, hogy, hogy oké, okay, hallgassátok, amit tanítanak, de ne éljetek úgy, ahogy ők csinálják. Rengeteg ilyen minimózes jó dolgokat is tanít, de nem élik meg. Mert például Jézus azt mondta róluk, hogy ők szeretnek bemenni a gyülekezetekbe, és akkor ott előállnak, hosszasan imádkoznak, meg a ruháikat kicserélik, hogy ilyen látványosak legyenek, meg szeretnek énekelgetni, meg dicsőítgetni, meg nem tudom imádkozni, hogy mindenki előtt, hogy lássák őket az emberek és és Jézus ezeket képmutatóként el is ítéli, ugye ők voltak azok, akiket kiostorozott a templomból, mert a ugye, biznisz csináltak, ugye, tehát a jeruzsálemi zsidó nagy templomból kiostorozta, mert pénzt csináltak ugye, a vallásból. Úgy a rablók barlangja, tehát így, hívta őket, meg viperák fajzataik, tehát ugye mérges kígyó sátán fajzatok, így is mondhatod. Üm. És ezekről a spirituális pedofilokról mondta Jézus azt a farizeusokról, vagy vallási vezetőkről, hogy hogy ők bezárják az Isten országának a kapuját. Bezárják. A keresők elől, a kis spirituális bébik elől mondjuk, hogyha te keresed az Istent, vagy a transzcendes, akármit keresed, hogy mi, mi az igazság, oké? Okay? És lehet, hogy még tévejek, mert, mert elvisznek mindenféle keleti vallásba. Ez is a sátán megtévesz is ezek a keleti vallások. Ugye ezek ilyen istentelen, tehát hogy nincs, nincs benne a személyes édesapa se az iszlámban nincs mondjuk, se a hinduizmusban, buddhizmusban, kínaiban nincs benne a, ezekbe a hogy ilyen jogás dolgokban, meg a New dolgokban, nincs benne az Istennek a személyes megjelenése, mert ők ilyen Star wars erőt akarnak, hogy ilyen személytelen valami, persze a sátán az egy személytelen valamivé akarja degradálni az egészet, hogy neked ne legyen szeretet kapcsolat, mert egy erővel nem tud szeretet kapcsolatot létrehozni. Egy erő neked nem fogja azt mondani, hogy szia, én vagyok az édesapád, és szeretlek, mint ugye Jézus, ugye közel hozta az Istent, aki édesapa. És egy ilyen árva, apátlan világot akar a sátán ide csinálni nekünk, és ilyen mindenféle spirituális szemetet ránk tóni, tehát megerőszakolni ezeket a kis kereső bébiket Jó? Tehát egy sátán, ugyan tudjátok, van egy ilyen, hogy csátáni szexuális rituálé. Igen, tehát sátáni szexuális rituális, és ennek van egy abúzusa, tehát amikor megerőszakolnak kisgyerekeket, ezt tudják, hogy sátánista rituális abúzus, tehát uh, ilyen, tehát éttek bántalmazás, rengeteg ilyen folyik, különösen a nagy vallásokban, meg a politikában, hála Istennek ezek már buknak le, de igen, meg ez ima eredménye is egyben. A lényeg az az, hogy, hogy az ördög meg akar téged erőszakolni, hogy te ne tudj bemenni azon a szoros kapun, ne, ne tud megérteni azt, hogy miért fontos az, hogy beismert, hogy bűnös vagy, miért fontos az, hogy, hogy meg és hogy Isten nem kinyírni akar, hanem meg akar váltani téged. De ha nem tész meg, akkor kénten lesz kinyírni, mert a bűnöst, a terroristát ő nem engedheti be a túlvilága, oda az ő tökéletes országba nem engedheti be a bűnöst. Ezért azt kell tenned, hogy elítéled magadat és elfogadod Jézus megváltását, és az ő protokollja szerint bemerítkezel vízbe és szent és aztán követed Jézust, hitálta természetesen, és majd ő kegyelemből át fog változtatni téged. Rengeteg emberfele szolgálunk is, és, és ahol ezt a protokollt mi követjük, ott mindig vannak szabadulások, megtérések, lemennek a terhek, a, a traumák, a könnyek, minden, démonok kimennek az emberekből. Minden úgy történik, ahogy a Bibliában látjátok Jézusnál, um, és ezek a spirituális pedofilok ezt el akarják takarni előletek, tehát Isten országát, hogy ti magatok sem menjetek be, meg ők sem mennek be. Ezt mondta az Úr Jézus. Hát az, az Úr Jézusnak nagyon egyszerű az üzenete. Kövess engem. Hogy gyertek, térjetek meg, itt van az Isten királysága, kövessetek engem. Higgyetek az evangéba. Ez volt az üzenete Jézusnak, igaz? Ő nem épített templomokat, vallási rendszereket, Abszolút teljesen más. Komolyan mondom, szerezzetek be egy ilyen kicsi Bibliát, és olvassátok egy Jézust. Nagyon egyszerű. Most nekem is rengeteg időbe tellett, hogy, hogy ezt a keresztény propagandát agymosást úgymond le tudjam szedni az elmémről, hát Isten kegyelme volt. És nem mondom azt, hogy mindegyik ilyen spirituális pedofil alapvetően rossz indulatú vagy gonosz. Mert én nekem is volt egy olyan pont, hogy én, én pásztor akartam lenni. Lelki pásztor akartam lenni, elmentem egy bibliaiskolába, és akkor ott ott voltunk a, a tanulókkal, és akkor volt egy amerikai pásztor, aki így mondta, hogy ti majd mind pásztorok lesztek, és milyen jó lesz. És úgy, ugye a rendszer építi a rendszer, tehát kiképzi a saját, úgymond, vipera fajzatait, tehát ugyanazt a genetikát adja tovább. Lehet, hogy jó szándéka, meg aranyos emberek, de megvannak vannak tévesze is, és nem a keskeny úton mennek, amit ugye az Úr Jézus hirdetett, egy másik úton mennek, amiben benne van a kígyónak a... A másik üzenete. És azért mondta Pálapostól, hogy a korintusiaknak mondta, hogy ha jön hozzátok valaki, aki hirdet egy másik Jézust, másik szellemet és másik evangéliumot, azt szépen befogadjátok, szépen eltűritek, szépen elviselitek, az úgy jó nektek. És az a szó, hogy másik Jézus az az eredeti nyelven azt jelenti, hogy másik, tehát ugyanabból a fajtából, de egy másik amit úgy is fordíthatott, hogy egy közel azonos Jézust hirdetnek. Egy iciri-picirit eltér, hát de ugyanolyan, mégis csak azért csak ők is hirdetnek Bibliát, hirdetnek Szent Szellemet, vagy Szent Lelket, hirdetnek valamilyen keresztet, meg megváltást, meg hirdetnek valamilyen Jézust. Tehát úgy szinte ugyanaz, de, de mégsem az a Jézusról van szó, aki egy király és aki követőket mond, hogy gyertek, tegyünk tanítványa minden népeket, ugye, és akkor éljetek úgy, ahogy Jézus élt és hogy nálam nagyobb dolgokat is fogtok tenni, mondta az úr, meg ilyen. Tehát ők nem ezt a Jézus hirdetik, valahol mindig el fogják csavarni. Vagy átmennek a csodamániába, és a gazdagságmániába, oké, okay, mert, mert vannak ilyen szabadkőnves szekták itt Magyarországon is. Ezek egy kutya, ez úgy nevezik, hogy jóléti teológia, ez egy kutya, természetesen ez is Amerikából ered, legtöbb eredesztetője ilyen szabadkőnves, ilyen William Branham, akinek a kopós olyan sírja, az egy ilyen, síremléke az egy ilyen fehér, háromszög alakú piramis természetesen. De tehát rengeteg szabadkőnves, ilyen, tehát ilyen sátánista ember csinált magának vallást. Például tudtátok, hogy a szientológia az is egy szabadkőnves vallás, vagy a mormon az is egy szabadkőnves vallás, vagy a jehovatanú adventizmus, ezek mind szabadkőnves vallások. Tehát az alapítójuk mind szabadkőnvesek voltak, jó? és megkockáztatom, hogy a német Sándor is az, de valószínűleg még a... Tehát mindenki, aki ezekben benne van, jó? Ez a egészség és gazdagság teológiai, meg a gyülekezetek. Tehát... De ezek egy kutya, mert mind, végül is mindegy, hogy szabadkönyvesnek hívod, vagy nimródnak, teljesen mindegy. A lényeg az az, amit Jézus mondott, hogy, hogy az építők megvetették a sarokkövet. Ezt egy példájában mondta Jézus a Máté evangéliumában, um, szem 21 um, 42, ha jól tudom, az a versnek a környéke, és ugye ott a farizeusokat, vallási vezetőket jól ledorongolja Jézus, és hogy az építők megvetették a sarokkövet. És ezt akkor fogod megérteni, hogyha megérted, hogy az első építő az Nimród volt, aki építeni akart egy tornyot, ugye, hogy eljusson a kupola tetejéig, és akkor majd ott valamilyen lukon át megy oda az Istenhez, jó? És ezek az építők, ez ma is így van. Ugye a kígyónak az a vallása, a sátánnak, hogy lentről mész az Istenhez. Ez a sátán vallása, jó? Hogy te majd a... Vagy azt hirdeti, hogy minden ember jó, és csak kicsit fejlesztenie kell magát, és akkor eljut valami pozitív végcélba, jó? Tehát á, vagy, vagy egy ilyesmit hirdet, de mindenképp te valahogy fejlesz magadat. Amúgy jó gyerek vagy, jó lehet, hogy vannak valami problémák, de jó gyerek vagy, és akkor majd szépen fejlődgetsz. Például most hallottam tegnap egy ilyen nagyon vicces dolgot, beszéltem egy lelki gondozottal, természetesen ő is szabadult egy csomó démontól, és akkor ő elmondta, hogy a, ő például az adventista, hát vagy ilyen kamu adventista, ez a kerakos vankó zsuzsa alá járt. és ez a vankó zsuzsa az azt hirdeti, hogy ugye jónak kell lenni, és majd esetleg egyszer megkapom a szent lelket, vagy szent szellemet, hogyha elég jó vagyok és hogy neked saját magadat kell megmártíronkodnod, ugye ahhoz, hogy Isten elfogadjon. Tehát tipikus ilyen katolikus, ilyen öngyötrő vallás szerűséget hirdet ez a vankó zsuzsa. Természetesen a Biblia tiltja, hogy asszony tanítson, de hát mivel ők spirituális pedofilok, ezért soha nem fognak a Biblia alá menni, mert egyszerűen nem értik azt, hogy nem tudtok jók lenni. Csodálkoznak, amikor azt mondom, hogy meg ne próbálj jó lenni, mert nem arról szól, jónak kell lenni. Nem arról szól, hogy megtagad magad, és fölismert, hogy genyolád a gonosz vagy, és ö, kérd a megváltást. Ez ilyen egyszerű lenne elvileg. De ezek jók akarnak lenni, és akkor vannak ezek a spirituális pedofilok. Jó, hogy gyötrik az embereket, és akkor kárhoztatásba viszik őket. Ugye, ha nem a mi vallásunk szerint csinál, akkor, akkor nem vagy elég jó, akkor... Tehát ez nem erős, ez arról szól, hogy, hogy, Isten belét plántálja az ő életét, és akkor ha kimész a kertbe, akkor látod, hogy a növények azok úgy a genetikájuk szerint teszik a dolgukat, tehát nem kell itt úgymond megerőszakolni őket. Jó, esetleg Isten olyat csinál, hogy fog egy ilyen vad fát, és abba beleoltja az ő saját szelid életét. Ugye ezért mondta Jézus, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, meg vagytok terhelve ilyen vallásos terhek alatt. És azt mondta, hogy tanuljatok tőlem hogy én szelid és alázatos szívi vagyok, és akkor megnyúvást találok a lelketeknek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, mert az én igám az boldogító, és az én terhem az könnyű. Ugye ezt mondja Jézus. És akkor annak ezek a vallásos rendszerek eleinte jókat ígérnek, meg nagy ilyen zene, meg nyüzsi, meg mindenféle koncert, meg cselivili. Ezért nevezi Jézus őt szajhának, tehát paráznának nevezi, mert a rinyó ugye az utcán kiadja magát ilyen nagyon szépnek, de közben tehát szerencsétlen nagyon gáz élete van egy ilyen utcalánynak, és kiadja magát nagyon szépnek. És ezek a vallások kidíszítik magukat. Jézus úgy nevezte, hogy messze, sírok, hogy ilyen kívül nagyon szépek vagytok vagy vagytok rothadásra, halottak csontjával, meg, meg rablásvágya, valamikor ezt is mondta Jézus. És <coughs> vannak ezek a keresők, mint például, akiről most beszéltem, és akkor ilyen spirituális pedofil <coughs> megerőszakolja a saját doktrináival, tanításaival. És ez a illető, ő is úgy indult el, hogy örömmel keresni Istent, örömmel keresni Jézus, és aztán addig-addig csinálták vele, hogy teljesen tehát károsztatásba került. De volt másik ilyen, rengetegről tudnék beszámolni, rengetegen keresnek meg. Lehet, hogy össze is keverem a történeteket, mert már annyi van belőlük, úgyhogy elnézést kérek, hogyha ez így van. De volt, aki megkeresett békésről, hogy mit tudom én, ott megerőltették, ugye az egyik gyülekezet, hát persze a német Sándorféle gyülekezet, ugye erőltette azt a bizonyos három éve propagált kígyómérget, ugye amit az emberek be akartak tenni. És rengeteg ilyen van, vagy egy másik gyülekezet szintén tehát mindenhol van valami. Tehát Jézus nem komolyan, Jézus nem az egyszerű emberek kérjött. Jézus számára volt samáriai, meg zsidó, meg izé, tehát nem volt, sőt kinyitotta az egész mennyországot mindenkinek. És akkor vagy a rasszizmus van, vagy valami orvosi beavatkozás, vagy mit tudom én, ad be a tizedet. A lényeg, hogy nem fognak titek egy Jézus követőivé tenni, mert hogyha te Jézus követője leszel, ugye, akkor te kárt fogsz okozni a sátánnak. És természetesen a sátán nem egy hülye gyerek, mert ő jól csinálja a maga szempontjából nézve, hogy ő beülteti az ő embereit a vallásos pozíciók tetejére, vagy a politikai pozíciók tetejére beülteti azért, hogy, hogy ő az embereket a labirintusba tudja tartani. Oké? Okay? A kis rendszerébe tudja tartani a, az, az embereket. Kicsit megmozgatom meg zsibad a zsibadalában. És a sátán ilyen szempontból nagyon rafinált, Jézus azt mondta, hogy e világ istene az a sátán, jó? És akkor vannak ezek a rendszerek, most is nagyon vicces, hát komolyan, tehát muszáj hogy ezeket leleplezni, tehát gondoljatok bele, hogy van az omega hálózat, és akkor van annak egy vezetője, ugye, akiről nagyon sok rossz hírt hallottam, hogy ugyanolyan olyan Nimrod, mint a többi, ugye, hogy vannak ilyen pici házi csoportok, és akkor szépen megkeresi őket, és behálózatozza őket. Ugyanezt csinálja amúgy a Hillsong is, ugye ott is kiderült a pedofil, vagy nem tudom milyen szexuális botrány ugye a, a vezetőjükkel, aztán már börtönbe is került, ha jól tudom, a nagy Hillsong, az Ausztrál Hillsong, az is. Tehát ezek úgy működnek, hogy vannak pici, spontán házi gyülekezések, nem gyülekezetek, gyülekezések, tehát összejövetelek házi, összejövetelek, hogy néhány istenkereső Jézusos ember összejön, és akkor szeretik az urat, beszélgetnek, bátorítják egymást, mindenféle liturgia rendszer nélkül, és akkor jön egy ilyen spirituális pedofil, egy ragadozó, mint a süveges Imre, és behálózza őket. Tehát be akarja tenni az ő franchise-ába őket, tehát hogy a nagy hal megeszi a kis halat. Tehát ők a ragadozók, és Pálapostól azt mondja, hogy ragadozók ugye nem öröklik Isten országát. De a német Sándor ugyanezt csinálta, hogy beragadoz kis egyházakat, gyülekezeteket, akármiket, és tehát agresszívan ugye hirdetik a, az ő hamis evangéliumokat, és ugye tehát úgy merítik be az embereket, hogy szegény azt se tudja, hogy mi van. Rengeteg ilyet tudok. De most vegyük a süveges Imrét. Nagyon vicces. Tudjátok, hogy a, amikor én nekimentem egy picit ennek a német Sándorféle szabadkönyves dolognak, akkor ugye a Derek Prince Ministry ugye levette két videómat. Nagyon érdekes összeesküvés, vagy nagyon érdekes össze, hogy szokták mondani? Tehát összefüggés, véletlen egybeesés. És amikor én írtam a Derek Princeseknek, akkor megkeresett Gmail, tehát először egy nő, aztán meg egy Gmail-en megkeresett valami szlovák szolgálójuk. Na most az a poén, hogy nemrég a napokban megkeresett megint csak egy Gmail-es e-mail címen Süveges Imre. Oké, a Süveges Imre az az Omega hálózatnak a, tehát a, úgymond apostola, ugye, tehát ők olyan apostolok, akik soha az életben nem tanultak meg szűkülködni, meg ilyenek, és meg ugye tizedet szednek, meg piramist építenek, jó, ugye ott van mellettük két, ugye ennek a süvegesnek is van két ilyen mafiózót mellette, de most nem mondom a nevüket, a lényeg az az, hogy ők kiépítik a kis rendszerüket, és magukat jótevőknek nevezik, ugye miközben leurolják a népet, de közöttetek ne így legyen, hanem aki a legnagyobb akar lenni, az ugye mindenki szolgálja. De ezek a piramisépítő, spirituális pedofilok, némródok, farizeusok, képmutatók, hamis apostolok, pál úgynevező szuperapostolok, tehát ezek ugye mindig fölfelé törekednek. És az emberekből élnek, ugye mondom, lelkekkel kereskednek, ezt már mondtam, a, ez ott van a jelenések könyvében, a lelkekkel kereskednek. És akkor itt van ez a süveges Imre, és ő megkeresett engem e-mailben, most vagy ő volt, vagy nem ő volt. Nem tudom, én írtam nekik amúgy Facebookon, az Omegának írtam, hogy figyeljetek már, nagyon érdekes dolgok történnek, hogy Gmailről a süveges e-mailre megkeresett engem. Hát egy ekkora apostol, hogy, hogy Gmailről él, hát nincs valami Omega hálózatos e-mail címe, tudod. És azóta se írtak semmit, se az Omega hálózat nem írt semmit, se a Derek Prince nem írt semmit. Nagyon érdekes ez a gyáva bujkálás. Ez a gyáva bujkálás. És akkor ő nekem Gmailen írogat. Persze, mert azt írta nekem gmail -e, hogy, hogy ő na nagyon érdekes, hogy te a videóimon úgy beszélsz rólam, hogy te nem is ismersz engem. És akkor visszaválaszoltam egy-két dolgot, hogy mert ő mondta, hogy tök jó lenne találkozni, most az a valaki, aki kiadta magát süveges ibrének, vagy ő volt, vagy nem ő volt, nem tudom. Szépen visszaírtam neki, hogy jó, ugyanazokkal a feltételekkel hajlandó vagyok vele találkozni, mint amilyen feltételeket te támasztottál a svájci testvéreknek, hogy nem tudom én hány millió forintok érte oda kirepülőzgetsz, és akkor majd 10 millió forintért csinálsz egy tanfolyamot nekik, ilyen, ilyen omegásító tanítványozó tanfolyamot, ilyen kb. 20-10 millió forintért, és akkor ezeket is szépen odaírtam meg, hogy, hogy milyen érdekes, hogy az apostoloknál letették a pénzt a lábuk elé, ugye is szétosztották a szegényeknek. Jó? és, és akkor hogy lehet az, hogy nálatok ez nem így van? meg hogy talán szólhatnál a másik apostolnak, aki azt mondta a videóban, hogy aki, aki nem oltja be magát, az rendben van, ha meghal, rendben van, nem fogjuk elsiratni őket. Hogy, hogy, és neked, süveges Imre, ugye ez az apostol az egyik ö, nagy példaképed, nagy bálványod, hát akkor légy szíves, szóljál már, meg a Miskolci apostolnak is szóljál már, hogy légy egyetek már tizedet, hanem osszátok szét a szegények között, ahogy az eredeti apostolok csináltak. És persze Utána ő még ott írogatott nekem, de én már meg se néztem, azért nem néztem meg, mert akkor jöttem rá, hogy hoppá, hogy lehet az, hogy ez gmailes e-mailről írogat, hát ne szórakozzunk már gmail, ez milyen, milyen, hogy mondjam, ovodás gmailről, hát van telefonom, hívjon föl, van a ellenem, akkor beszéljük meg, de nekem ne gmailen írogasson, a nagy apostól gmailen írogat, Nek mikor neki van egy nagy szervezete, van egy nagy háromszöge annak is, vagy a Derek Prince ministry, az is Gmail-en írogat nekem? Hát mi? Mi nem tud a, D a Derek Prince ministry írogatni? Na, milyen érdekes, hogy, hogy ilyenkor érdekes módon eltűnnek a nagy fedőszervezetek, a nagy piramisok, és akkor mindenki Gmail-be írogat. Tehát látjátok, ezek a spirituális pedofilok, ezek, ja, még van, van egy jó pofatulajdonságuk nekik. A kísértés. Ugye tudjátok, hogy Jézust állandóan kísértették, próbáztatták, szivatták Jézust ilyen fura kérdésekkel. Le. És ezek azt is szokták csinálni, hogy nyilván Krisztus tanítványait is ugyanilyen kérdésekkel bombázgatják, tehát előfordulhat, hogy téged is bombázni fognak, hogy hú, mert csak te tudod egyedül az igazságot, meg így, meg úgy, és elkezdenek károsztatni. A legnagyobb fegyverük, ugye sátánnak a fegyvere az a, mondom, legnagyobb fegyvere a félelem, oké, okay. erről szólt a három éves hiszti, a félelemről, oké, okay. aztán a másik nagy fegyvere az a károsztatás sátánnak, hogy te kinek képzeled magad, hát ha nem jársz zülekezetbe, akkor izé, ez meg az, és akkor károsztatnak, jó? Tehát megfélemlítés, károsztatás is van a harmadik, ez meg a kételj. Tehát, hogy úgyse fog neked sikerül sülni, ugye? Tehát, ha jól tudom, Dávidnál volt az, amikor a félelmet meg a kételyt bele akarta tenni a góliát, de ti nyugodtan neki merttek ezeknek a góliátoknak egy mustárbonyi hitte. Én arra bátorítalak, hogy Egyrészt a spirituális pedofília áldozata voltál, mint például a, mindjárt mondom, a Rostás Zoltán, a Dombóvári Gyülekezet médiának a vezetője. Ő egy spirituális pedofiliának a része. Az a baj, hogy mivel ő maga is sérült, ezért ő maga viszi tovább ugyanazt a spirituális pedofiliát, tehát ő is ö, ugyanazt a rendszert csinálja mert nem, mert nem tagadta meg magát, ugye a Rostál Zoli nem tagadta meg magát, nem vette fel a keresztét, és nem kérte még az Istent, hogy mindent radiozzon ki, hanem rengeteg olyan van, akik spirituális pedofiliát szenvednek, hogy csinálnak egy saját rendszert. És pont a rendszer a probléma, hogy saját rendszert csinálsz, mert ott, ott történik a megváltás, amikor te megtagadod magad. És a rostás Zoli is elkezdett neki menni, például jó tanításoknak is. Azért, mert ugye Ebben a hamis hídgyülekezetében például keverték a Derek prince meg a Kenneth Hagint, oké? És ebből ez a szerencsétlen rostás Zoli azt hozta ki, hogy a Derek Prince is rossz. Tehát rábélyegezte a Derek prince a karizmatikus címkét, miközben a Derek Prince nem volt karizmatikus. Tehát a, meg kell különböztetni, hogy a, a, van ez a szabadkönyves, hamis kundalin is ilyen részek, bolondos vallás, jó? Ez a konkoly, ez a konkoly, ezt Andrew Strom nagyon jól elmagyarázza az igazi és hamis ébredés könyvében, illetve a Vigyázat Kundalini könyvében és dokumentumfilmében. Tehát van a konkoly, ez a ré szédítő vadóc, az a lényeg, hogy megrészegűsz tőle, vagy megvakúsz tőle, esetleg meg is halhatsz, ez egy igazi növény, hasonlít a magja búzához. És akkor a, ugye itt van a mi Zolink, aki egyrészt ugye német sándor alatt nőtt fel, hallgatott Derek Prince, de ugye kapcsolták őt ilyen mindenféle kóklerekkel, mint a Kenneth Hagen ezek a karizmatikus katyvaszok. Ugye Derek Prince nagyon sokszor elmondja a videóiban, hogy vannak vegyes szellemek, igaz? Vannak ilyen, tehát hogy, hogy van az igazi, és keveredik a hamissal. Ő erről nagyon sokat beszél, és hogy csak azért, mert valaki szellemi vezető, ne kövesd. Igaz, vakon, mint a hülye. Erről beszél a Derek Prince a megtévesztésekről. És akkor ott van a kenet Hégin, aki meg ugye sziszegve össze-vissza hamis nyelveken szól, és esnek hátra az emberek, tehát egy cirkusz, tehát ez az új hullámos hülyeség, amit a német Sándor is behozott, ugye Magyarországra. Na, Derek Prince abszolút nem ez a vonal. És itt van egy süveg, nem süveges, na, no, itt van egy rostály Zoltán, aki összekeveri a kettőt, és ezért kidobta a gyermeket a fürdővízzel együtt, kiöntötte. És akkor hazugsággal terjeszt Derek prince hogy ő meg visszavonta az ő tanításait, ami hazugság, mert nem vonta soha vissza. Egyedül a tanítványozó mozgalmát vonta vissza, ami angolul egyébként shepherding movement, tehát a pásztorló mozgalmat vonta vissza, illetve a kontrollt, a leuralást, a pszichológiai varázslást, ugye a manipuláció a gyülekezetekben, ugye ez is egy olyan hanganyag, amit kitettem, hogy ez pont ráillik német Sándorra, igaz? Tehát Derek Prince igenis neki ment a, a karizmatikus varázslásnak. Oké? Okay? És ettől megcsömörödött a, ugye a Rostály Zoli, és ellenem kezd menni a Derek Prince tanításának is. Azért, mert ő is egy spirituális pedofiliának az áldozata meg lett erőszakolva, és ezért átesett a ló túloldalára. És ezért fontos az, hogy nem emberek hülyeségeire reagálunk, hogy összekeverjük a Derek Prince meg a Kenneth Hagint. Az egyik az egy normálisabb tanító, a másik az egy, hát nem tudom, az a, mondom, Catherine Kuhlman alatt nőtt fel, tehát a Catherine Kuhlman az ugye egy boszorkány volt, katolikus, ugye be, beplantált ilyen, tehát elle, hamis munkás volt ugye a, a Catherine Coleman, és ez alatt nőtt fel a, ugye a Kenneth benihin, Benny Hinn, meg egy csomó ilyen, hogy ezek minden szabad könyvesek, jó? Ez a karizmatikus katyvasz. A karizmatikus katyvaszt azért hozta létre a, a sátánista elit, oké? Okay? Ugye, Rockefellerek meg ezek azért hozták létre, hogy a bibliás hívőket meghűjítsék, és teljesen katyvasz csináljanak csinálnak a úgynevezett kereszténységbe. Jó, ez volt a céljuk nekik. Tehát sok ilyen módon dolgoznak ezek a sátánista elit. Jó, és a Rostás Zoli, mivel ő maga is egy spirituális pedofilia áldozata, ezért mivel az önsajnálat még ott van benne, én nem tagadta meg, majd remélem azért megtérebből, és teljesen lenullázza magát, és ő is ki fogja azt mondani Istennek, hogy atyám, szabadíts meg minden hazugságból, amiben hittem, és csak az legyen, amit te akarsz. szabadíts -e innen téveigésből. Oké, okay, tehát amikor tényleg csinál egy teljesen átadást a Rostás Zoli, akkor rá fog jönni, mert akkor, is, akkor meg fogja kapni a szellemek megítélését is. Ugye amíg a mammon ott van, addig nincs szellemek megítélése, erről beszélt, hogy a mammon, mammon imádat kiírtja a szellemek megítélését. Jó? De amint megtér a mammonból, amint megtér az ember az önsajnálatból, amint megtér abból, hogy ragaszkodik a dolgaihoz, és már nem a saját véleményét mondja. Hát ugye a Rostár Zolianak is megvan ez a kérdezfelelek, ugyanaz, mint a német Sándor. Tehát viszi ugyanazt a rendszer tovább, ezt a kérdezfeleleket. Térje meg ebből. Nincs felelek, térjen meg, és tekintse magát utolsó senkinek, üljön be a hátsó székre ahogy Jézus mondta, ülj be hátúra. Maradj csöndbe, menj ki a pusztába, legyél csendben, ne tanítsál, ne csinálj semmit, hanem tanulj tőlem. Oké, okay, párnak is nem tudom hány évre volt szüksége. Tehát ne, menjen ki a, a, a keresztény szórakoztató iparból ez a rostály és legyen az úrral. És kérdezze meg, hogy mi az igazság. Mert én őt akarom követni, az urat. Tehát ne véleményeket hangoztasson, kit érdeke, még egy spirituális pedofil, aki megint csak bezárja az Isten országa ajtaját, mert a Rostás Zoli ezt csinálja a Dombóvári gyülekezette. Bezárja, még mindig bezárja az Isten országa ajtaját, még mindig nem tanítványokat képez. Jó? Tehát az egyik spirituális pedofil bántalmaz egy spirituális keresőt, abból, amikor felnő vagy kijő, akkor fölnő a keserűség gyökere, és abból lesz még egy spirituális pedofil. És ez mindannyiunkat megkísért, és nem nekünk a keskeny útra kell menni. Nem érdekel, hogy ki mit csinált, ki hogy volt hülye, ki hogy volt szemét. Megbocsátok, elengedem Jézus nevében és akkor is megyek, ugye futok az odaföl való elhívásomnak a jutalmáért, ugye Krisztus megragadva, és neki gyűjtök kincseket. Tehát semmi értelme, ilyen még több, a kereszténység tele van ilyen, ilyen elme önke, önkielégítéssel, mint az aténiak, hogy mindig ilyen tanítás, olyan tanítás, ilyen tanítás, olyan tanítás. Egy dolgot nem fognak csinálni ezek a pe pedátorok, predátorok, nem fognak téged tanítványát tenni. És talán ezzel zárom, hogy ha te Istent keresed, akkor, és megtalált egy Jézus, akkor Isten őriz, hogy ilyen hamis munkások kezébe esse. Hamis proféták, hogy jönnek a szombattal, nem szabad disznót enni, ilyenek is vannak, meg az Istennek a különleges neveivel jönnek, hogy ilyen jól, ezek mind rámennek, hogy az elmédet stimulálják. Meg jaj, hogy lesz az elragadtatás, júj, meg ez hogy lesz, júj, meg az a, hogy mi, és egy dolgot nem fognak csinálni hogy te aktív legyél. Ezt nem fogják csinálni, mert akkor vagy veszélyes a sátának, hogyha te aktív vagy, oké, okay, Isten királyságában, is úgy élsz, ahogy Jézus. Tehát én arra bátorítok, hogy vedd észre, hogy te egy mész a Keskeny úton, és akkor innen, onnan, amonnan mindig jönnek ezek a farkasok, ezek a hátráltatók, ezek az elterelők, ezek a spirituális pedofilok, is meg akarnak téged erőszakolni, hogy te ne engedelmeskedjél az evangéliumok, hogy te ne engedelmeskedj a Krisztusnak hogy te ne tudjál a Szent vezetése alatt úgy élni, ahogy Jézus élt. Ez a céljuk. Teljesen mindegy, hogy hiperkegyelmet hirdetnek, hogy ülj hátra a székbe, mert minden rendben van, és akkor azért nem fogsz csinálni semmit, vagy pedig rád erőltetnek ilyen karizmatikus dolgokat, vagy pedig testből erőltetik rád a tanítványságot, és akkor meg nem Szent Szelem által fogod csinálni, hanem megfelelésből, meg félelemből. Teljesen mindegy, hogy hogy csinálják. A cél az az, hogy téged eltózítsanak, megerőszakoljanak, ne olyan legyél, mint Jézus. Mert az elhívás az az, hogy te elmész, tanítványán teszed minden népeket, bemeríted őket az Atya Fiú Szent Szem nevébe, és aztán tanítványozod őket, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus parancsolt az eredeti tanítványoknak. Érted? És akkor ez terjed, és nem magad alá gyűjtöd be az embereket, hanem szépen kifelé küldözgeted. És aztán ők is tanítványoznak, meg azok is tanítványoznak. És itt nincs egy olyan rendszer, hogy van egy vezető. Mert nem az a lényeg, hogy vezető van, hanem az a lényeg, hogy példaadók lehetnek, meg tehát ilyen növekedési hormonok, hogy a többieket fölnövesztik, hogy a Krisztus megismerjék. De a cél az az, hogy te olyan embereket csinálsz, hogy rád nincs szükség, hanem ők is mennek és hirdetik a Krisztust, és gyógyítanak betegeket, halottakat, támasztanak, démonokat tűznek, úgy élnek, ahogy Jézus élt. Ott van, tehát behirdetik Isten királyságát, jó? Tehát ez a cél, hogy Jézus le legyen sokszorozva, még régen így is hívták őket, ugye a Antiókiában, hogy a kis Jézuskák, a kis kristiánosok itt vannak a kis Jézusiak, a kis Krisztusiak. Tehát Krisztusiakat kell kiképezni, felnevelni, és ebben mind Isten kegyelme van. Mert nagyon fontos, hogy el kell kerülni a disznókat és a kutyákat. Mert lehet, hogy valakit bemerítesz, és abból egy áruló lesz, egy júdás, egy disznó, egy kutya lesz. Nálam is volt ilyen sok. Ez, 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 benne van a pakliba, el fognak árulni, titeket is. Jézus is a saját tanítványa árulta el. Azt mondta, hogy egy közületek ördög. Tehát ez benne van a pakliba, de Idővel meg fogod tanulni, hogy kiszűrd ezeket a hamisakat, és csak azokkal foglalkozz, akik a magvető példázatában már 30-60 és 100 annyi termés hoznak, alá jó talaj megvan. A rossz talajokat ott kell hagyni néhány intés után, tehát ki fognak esni. Előbb-utóbb kiesnek, a hamis megtörők kiesnek, ne, 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 sajnáld őket, ne szégyeld, meg ne izé. Ha az úr akarja, úgyis megmenti őket, és akkor visszatérnek rá, mert megalázzák magukat. De amíg ők büszkék, addig nem kell őket sajnálni, mert ne pazarold a szívedet, olyan emberekre, akikben van valami hátsó szándék, jó? Tehát a szívedet olyan embereknek ad, most értsétek jó, tehát nyilván Istennek adod a szívedet, olyan emberekre használd a, a szeretetedet, akikből valóban Krisztusi követő lesz. És akkor előbb-utóbb így szűkülni fog ez a, ez a spektrum azért, mert Jézus azt mondta, hogy sokan vannak a széles úton kevesen vannak a keskeny úton, és rá fogsz jönni, mert persze naiv vagy, mert bár mindenki megtenne, de jó, tök szuper, ú, de jó, ez az evangélium, halleluja, van Isten, van Jézus, van megváltás, bűnbocsánat, szeretet, lehet menni, itt vannak az új világnak az erői, és lehet a démonokat űzni, püfölni, halleluja. De rá fogsz jönni, hogy nagyon sokan hamisak. És akkor ők elkezdenek téged is megkeseríteni, hogy a rossz társasága jó elköcsöt tönkre fogja tenni. És eljön majd az a pont az életedben, hogy neked is el kell kezdeni levagdosni ezeket az embereket. Mint a most voltam a kertbe, és akkor a liánokat le kellett vagdosni, a fáról le kellett szedni, ezek a kúszó növények, főmennek a lombra, meg mindenhova is, és ugye kinyírják, elveszik az oxigént, a levegőt, mindent. Ezeket a kúszó növény embereket le kell vágni az életedről. Ezeket a kúszó növényeket. Tényleg úgy néznek ki, mint a kígyó. Nagyon hosszúra meg tudnak nőni. És így szimbiózisba akarnak élni az igaziakkal, tudod? Ezek a kúszó emberek de őket is előbb-utóbb le kell vágnod az életedről. Lehet, hogy kíméletlen, lehet, hogy kegyetlennek hangzik, de ez azért fontos, hogy az életet ne vegyék el belőled. Mert te azt az életet, amit kapsz az úrtól, azt arra kell használjad, hogy másokat tanítványát tegyél olyanokat, akikről ki megbizonyosodik, hogy az atya elhívja, az édesapa Isten. Mert azt mondta az úr Jézus, hogy senki nem jöhet én hozzá, csak ha az atya vonza. Hát neked azokat kell megtalálnod, akiket az atya vonz akiket nem vonz az atya, vagy még nem vonz az atya, ne foglalkozz még velük, mert időpazarlás. Tehát nem te fogod megtéríteni az embereket. Neked az a dolgot, hogy kihirdeted az Isten igéjét, oké, okay, és ne el tőle se jobbra, se balra, kihirdeted az Isten igéjét, és aki az igére fog megtérni, tehát ne tegyél bele se háttérzenét, szintetizátor, fényeket, semmit, ne tegyél bele. Legyen lapos, unalmas, nyers, csak az ige menjen ki. Az igét úgy képzeld el, mint egy ilyen kés, egy kard. Oda nem kell semmit csili izé egy karthoz. Az, 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 oda vágsz, az szúr, kész. Tehát az igét nem kell fényezni, nem kell úgymond jobb színbe bemutatni. Most is volt egy ilyen spirituális pedofil a Facebookon, aki egy butaságot hirdetett, hogy jaj, hát Isten senkit nem küld a pokorra. És hogy próbálta kiszínezni az evangéliumot, hogy jaj, mert az emberek választják azt, hogy izé, hogy ők rosszak akarnak lenni meg is, akkor és próbálta egy Istent így megvédeni, miközben Jézusnak egyetlen mondatával az egész úgy vagy van megcáfolható, hogy, hogy akik nem akarták, hogy király legyek felettük, azokat hozzátok ide elém, és vágjátok itt le előttem. Illetve a jelenések könyvében maga Jézus fogja bedobálni ugye, a tűzszavába az embereket, jó? Vagy amikor Jézus mondja, hogy távozatok tőlem, ti gonosz tevők, sohasem ismertelek titeket, ugye? Vagy menjetek innen, ti átkozottak az örök tűzre. Oké, okay, tehát igen, maga Jézus fogja bedobálni az embereket a tűz tavába, tehát és akkor jönnek ezek a spirituális pedofilok, és próbálnak egy ilyen télapú istent, ilyen, ilyen eladható, próbálják eladhatóvá tenni az Isten. És az a baj, hogyha te egy ilyen Istenben kezdesz hinni, akkor már is a sátánba hiszel, egy hazugságba hiszel, egy más Jézusba, más evangéliumba hiszel. Hogyha te nem térsz meg az eredeti evangéliumra, csak egy másik evangéliumra idézője térsz meg, akkor te nem a keskeny úton vagy hanem egy hamis úton vagy, és ugyanúgy mész a Gehennába, mert a hazugok nem öröklik Isten országa. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ezek a spirituális pedofilok, természetesen ő is ilyen függöny volt, ilyen szép kis ki, ki volt öltéske, mint van még kis pásztor, valószínűleg azt hiszem a gyergyói baptistának valamelyik ilyen izé, ügynöke, tehát a, vigyázzatok a gyergyói baptistával is, tehát az a Novák Zsolt oldal, az is egy spirituális pedofil. Jó, ilyen kegyes hazugságokat hirdetnek. Tehát megszépítik az evangéliumot, ahelyett, hogy mondjuk csak felolvasnak, <laughs> gyerekek. Hát itt van, aki nem akart, hogy király legyek, vágjátok, el, vágjátok itt le előttem. Kész. Hát ez az evangélium. Nincs itt ezen szépíteni. Úgyhogy és akkor jönnek ilyen novák zsoltok, meg ilyen, meg golgotások, mindenféle, próbálják szépíteni az evangéliumot. Tehát mert, mert azt nem akarják hirdetni, hogy Isten igenis ki fogja nyírkálni azokat, akik nem tértek meg. Isten fogja őket kinyírkálni. Nem a sátát. A Jezabelt nem a sátán fogja beteg ágyba dobni, ha meg nem tér. Ezek a női tanítók kendő nélkül. Nem a, nem a sátán dobja őket beteg ágyba. Jézus. Jézus dobja őket beteg is. és Jézus öli meg a vele paráználkodókat. Anániást és Szafirát nem a sátán ölte meg. Jézus ölte meg. A Szent Szelem ölte meg. A Heródest nem a sátán tette férgessé. Isten sújtott le rá férgekkel, és meghalt. Jó? Te a Simon Mágust nem, nem egy boszorkány átkozta meg. Péter mondta, hogy vesszen a pénzed veled együtt. A Bar a hamis prófétát, aki a Sergius Paulusnak próbálta a pálapostól üzenetét leállítani, elterelni tőle, ugye Pálapostra azt mondta, hogy te ördögfite minden igazság ellenségem, nem szűnsz meg elferdíteni az Isten igaz útjait? Mostantól fogva vak leszel egy ideig, és nem látod a napot. Ezt Pál mondta, nem egy démóra mondta, egy emberre mondta, jó? Tehát el kell felejtenünk ezeket az ilyen télapkó Jézusokat, hogy így, így ilyen, le, ilyen rózsaszín akármit akarunk csinálni, és nekünk úgy kell hirdetnünk az Isten evangéliumát, hogy az le van írva. Hát amikor a Pállapostól hirdette az evangéliumot az egyik római ilyen főmufti előtt, valami peres eljárás során, akkor az illető megrettent, mert Pállapostól ugye azt hirdette az önmegtagadást, a kegyességet, a megtérést, az Ezeket hirdette meg az Isten ítéletét hirdette neki. És megrettent egy római uralkodó. Gyerekek, megrettent. Tehát nem a télapó evangéliumot hirdették ezek. Jézus azt mondta, hogy hirdetni kell a megtérés és a bűnök bocsánatát minden nép között. Jó, tehát a spirituális pedofilok azok vagy egy hamis istenkép, tehát sőt, mindig hamis istenképet fognak eléd rakni. Vagy egy ilyen jóságos télapót, hogy már megtérni se kell, meg nem kell semmit, vagy pedig egy ilyen van kózsuzsaféle ilyen öngyötrő, önostorozó, katolikus, ö, szigorú szűzmáriát, meg izé, ilyen, tehát hogy vagy a, vagy a, katolikus, Jézus katolikus atya, ugye egy külön kell egy közvetítő, mert te nem mehetsz oda menni hozzá, mert annyira csúnya meg távol van. Vagy beraknak neked egy ilyen iszlám holdistent, igaz? Tehát az Allah az egy holdisten, ugye nem más, mint ugye a Baal Szemiramis vallás egyik verziója. Ö, és így tovább, Nimrodok, ugye mindenütt vannak ezek a spirituális vezetők, és akkor majd ők, meg a moly, meg a meditáció, meg a béke, boldogság, vagy a nyolcas út a buddhizmusba, vagy a hinduknak a több millió istenük, mindig valami katyvasz csinálnak, vagy menjen jogázni, meg pilát eszezni, meg tetovált be magad. Mindent, mindent fog a sátán neked híredni. Nagy választékot fog neked adni, egy egész fagylalt tár ott van, hogy vetsz ilyen pisztáciát, csoki, vanília, epermina, de mindegyikben ott van a jó méreg. Mindegy, piros, rózsaszín, sárga, zöld, lila, kék, kávészínű. Van oh, rengeteg fagyi, van mindegyik mérgező. Mert talán nem annál a fagyisnál kéne vásárolnod, hanem azt mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet édesapához, csak is rajtam keresztül. Tehát... Ennyit szeretnék elmondani, hogy kövessétek Jézust, jó, ismerjétek meg a Bibliát, rendben, és ne emberekre támaszkodjatok ilyen német sándorokra, süveges imidékre, ezek mind rendszert építenek, tehát mert be akarnak hálózni, és hogy építeni maguknak egy tornyot, mert ezek, ezek narcisztikus emberek, narcisztikus személyiségi zavaros emberek, nagyon béna az egójuk, tehát nagyon, nagyon belül nagyon félénk emberek. Ezek a jezabelek, narcisztikusok, ezek nagyon félénkek. Tehát belül ezek rettegnek. Rettegnek, legtöbb ilyen gazdag politikusa mindegyik, tehát ilyen testőrség, meg ugye rettegnek, hogy, hogy kine derüljenek a dolgaik, tehát ők belül baromira instabil emberek, ezek a spirituális predátorok, ezek a vérevők, csecsemővérevők, nagyon-nagyon instabilok, ilyen vámpírok, ők meg, tehát a Biblia úgynevezett, hogy pióca, hogy két lánya van a piócának, ad ide, ad ide, ugye, tehát na, ezek a piócák. És ezek belül, mivel nincsen stabilitásuk Krisztusban, oké, okay? nem szeretek újonnan, nincsenek bekötve, begyökerezve a mennybe. Ők nem haltak meg maguknak, nem tagadták meg magukat. Ők ugye folyamatosan vesztik el a lelküket, folyamatosan vesztik el az életüket. És egyre több és több mankó kell nekik ahhoz, hogy magukat stabilnak érezzék, de mivel ők nem az Istenre támaszkodnak, hanem emberi erőre támaszkodnak, ezért ők átkozottak. Jó? Tehát ők ilyen repedező nátszára támaszkodnak, amely kiszúrja a kezüket. Oké, okay, egyiptomi nátszárakra támaszkodnak. Tehát ezek az emberek nem Krisztusban vannak begyökerezve, bár kívülről baromira úgy látszik, meg ú, nagyon Jézushoznak, meg hallelujáznak, meg nagy rendszereket építenek innen. Azt hiszed, hogy milyen hatalmasok. De azt mondja a Biblia, hogy a bűnösök búrjánoznak, mint a liget, aztán ráfúj a szél, és másnap már nincs meg, e e elsorvat. Tehát az igazak azok ilyen pici, tehát a jelentéktelen módon növekednek, ezek a bűnösek búrjánoznak. Ok, ilyen látványosak, de rájuk fura a szél, aztán eltűnnek. Te gondoljatok bele, hogy egy nap német Sándor meghal, és kész vége a hídgyülekezetének. Hát botrány lesz meg, izé. Hát mindenki be fog pánikolni, hogy a, a nagy atya úristenjük oda lett. Hát amikor a göbbels, a Göbbelsnek volt ugye, nem is tudom, hogy hány gyereke, talán négy vagy, négy vagy több, valaki tudja. Most láttam egy fotót róla, hogy, hogy amikor a Hitler meghalt, akkor a Göbbels meg ugye a, a felesége, az ö, ugye be ö, mérgezték a gyerekeiket, és aztán magukat is főbelőtték, mert ők azt mondták, hogy nem akarnak egy Hitler nélküli világban élni. Oké? Okay? Most ugye hány ilyen német Sándoros lesz? Hogy ők, ők majd nem tudnak német Sándor nélkül élni. nekik is ott van a bálványuk, ugye? És ezek a predátorok nem is kötik az embereket, hanem saját magukhoz. Oké? Okay? mondom, magukat jótevőknek mondják, közben leuralják az embereket, meg bevarázsolják őket. Ümm, nem is tudom, hogy akarok-e még bármi más mondani. Talán most már értitek a lényeget. Jó. Ümm, és még egyet imádkoznék, hogy Jézus nevében, Uram, hogyha van itt olyan néző, akit ilyen spirituális pedofil tönkretett, vagy bántalmazott, kérlek, Uram, hogy segíts nekik megbocsátani, mondjátok ki, hogy atyám, megbocsátok, ennek a, és annak a, az embernek. Ha asszony vagy, akkor vegyél fel egy kendőt, és akkor úgy mondjad, az angyalok miatt ez a hatalom a fejeden euh, Éj a szabály szerint, kész 1 Korintus 11, és ne vitatkozz az igével, csináld úgy, hogy mondja, és akkor fog szabadulni. Tedd le a büszkeségedet, tagad meg magad. Tehát kimondjuk, hogy atyám, megbocsátok az ellenem vétkezőknek, sorolt fel a nevüket, kérlek atyám, hogy gyógyítsd meg a szívemet, az angyalaid menjenek ki és hozzák vissza a világból a lelkem töredezett darabjait. Tépjék ki az implantátumokat, a démoni beültetéseket a szívemből és a keserűség gyökereit. És Uram, forraszd össze a szívemet, a lelkemet, a darabkákat, állítsd helyre. Hogy legyek újra egy olyan gyermek, aki még ártatlan volt, aki még nem voltam megfertőzve. az úr malomköves angyalai menjenek ki és dobják a tengerbe a sátánnak ezen munkáit az életemben. Istenem, úgy akarlak megismerni, amilyen vagy. Szabadíts meg és bocsáss meg minden téveigésemtől, tőjeigésemet bocsáss meg. Nem akarok hazugságban élni, téged akarlak megismerni. Szükségem van rád, beismerem, hogy gonosz ember vagyok én is. Segíts kivennem a gerendákat a szememből, hogy lássam a saját gonoszságomat. És mutas meg minden olyan dolgot az életemben, ami neked nem tetszik. És távolíts el minden olyan dolgot, ami neked nem tetszik. Embereket, tanításokat, helyzeteket, bevételi forrásokat. Bármit. Hobbikat, bálványokat minden hálótól szabadíts meg engem. Istenem, mutasd meg nekem a keskeny utat, amin járnunk kell. Adj nekem Isten félelmet, amely kezdete a bölcsességnek. És add, hogy a te szentségedet megismerjem, mert a szentnek ismerete ad értelmet. add, hogy az igédet értsem, Uram, taníts engem. Vezess engem az igazság ösvényén a te nevedért, mert te vagy az én jó pásztorom. Leteszem az életemet a te kezedbe. Menjél, Atyám, Jézus nevében. És köszönöm neked Jézust, hogy meghalt az én bűneimért, eltemették és harmadnap föltámadt az én megigazulásomért. Megtérek minden más Jézusból, más szellemből és más evangéliumból. Szabadíts meg tőlük, atyám! Minden hazugságtól, amiben hittem. A kígyó minden harapásától szabadíts meg. a konkolytól, a szédítő vadóctól. Add meg nekem a kegyelmet, hogy tudjalak téged követni. Megtérek a lázadásból és a büszkeségnek minden verziójából. És a vakságból is. Kemény nyakú szívemet, kemény nyakamat, és a kemény szívemet is odaadom neked, hogy metélt körül. Add éjek a te dicsőségedre. Ámen. Jézus nevében. És hogyha még nem merítkeztél be, vagy volt egy hamis bemerítésed, egy hamis gyülekezetben volt egy bemerítésed, például Higgyüliben, vagy Omega, vagy bárhol, hamis bemerítésed volt. Hogyha nem arra merítkeztél be, hogy meghalsz a bűneidnek, meghalsz magadnak, meghalsz az ambícióidnak. Az ambíciónak nem haltál meg. Akkor te még nem haltál meg. Mindenek meg kell halnod. Amikor bemerítkezel, akkor az egy temetés. Ott a vége mindennek. Tehát, hogyha te úgy érzed, és beszéd meg Istennel is, hogy a bemerítésed hamis volt, hogy rád erőltették. Nem volt meggyőződés, nem teljes hittel merítkeztél be, mert ugye ezt mondta a Fülöp az Etióp kisatnak, hogyha teljes szíveddel hiszel, akkor lehet. Tehát, hogyha rád volt erőltetve, vagy egy gyülekezet, vagy egy ilyen zenés, akármilyen manipulatív ö, zongorás, vagy ilyen szentbeszédes, ja, Jézus annyira szeret minket, és gyertek, meg lehet térni, hogyha bármilyen manipuláció alatt értetek meg. Emlékezetek vissza, kérjétek az urat, hogy segítsen visszaemlékezni. Mutassa meg, hogy igaz volt a megtérésetek, vagy hamis. Azt mondja Pál, hogy vizsgáltok meg magatokat, hogy a hitben vagytok-e. Jobb most beismerni, hogy tévedtetek, mint az ítélet napján koppanni egy hatalmasat, hogy soha nem ismertelek titeket. Inkább most. Azt mondta az ige, hogy aki magát ítéli, azt nem ítéli az Isten. Tehát jobb, ha most csinálsz egy ilyen lehet hogy valódi a megtérésem? Tényleg Jézust követem, vagy valami hamisságba hittem? Inkább most javíts ki. Semmi gond, Isten megbocsát, elnézi. Ő hosszú tűrő, ugye a tudatlanság idejét elnézi. Semmi gond, én is még 18 évet a kereszténységben. Semmi gond, Isten nem cseszett le, nem bántott engem azért, mert rájöttem, hogy hülye voltam. Hát inkább most ismert, be, hogy hülye voltál. Hát ennyi. Hát megtévesztettek a predátorok. Hát ebben nőttünk föl, nem volt semmi más. Ö verzió, kilátásunk, vakok voltunk. De mit csinált Jézus a vakkal? Elküldte a siloám tavába, bemerítkezett és látott. És tudjátok, mit jelent a siloám tova? Azt jelenti, hogy, hogy küldött. Tehát már is küldött jelet Jézusnak az avak, és már is elkezdte hirdetni az igazságot. Nem baj az, ha vak vagy. Csak ismerd be, hogy uram, lehet, hogy tévejek, vak vagyok, engem is küldj a siloám tavához. Én is, ha legyek egy ilyen bemerítkezett látó, aki most már ki vagyok küldve. És ott már oktatta ki ugye a farizeus pöffetek spirituális pedofilokat, ugye ez a vak, János Evangéumok, azt hiszem, 9. részében. Tehát semmi gond, ha vak voltál, én is az voltam, én is pásztor akartam lenni, meg ú, dicsőítés vezető, meg volt ambícióid bőven. Nem baj, vetközzétek le, inkább tagadjátok meg magatokat, inkább tegyétek le ezt a régi büszke egós valamiteket, és gyertek ki ezekből a hamis egyházakból, a nimródi rendszerekből, hagyjátok ott őket, tudjátok, Jézus is összezavarta a, a toronyépítést, tehát inkább ti is gyertek ki onnan, és nem vértem utána Jézus, vagy az Isten, hogy szét küldte a népeket a föld minden tájára. És Jézus is nem azt mondta, hogy gyertek be egy gyülekezetbe, hanem nem, menjetek szanaszét és tegyetek tanítványokká. Tehát amikor Isten titeket kiszerebből a Babilonból, akkor ti nem begyűlni fogtok egy ilyen süveges Imre alá, vagy egy Ráki Tamás, vagy teljesen mindegy melyik pedofil alá, hanem ki fogtok rajzani, mint a méhecskék, jó? Ez volt a lényege az Isten országának, hogy kifelé, hogy elemenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, vagy pedig elmenvén szélese világra hirdessétek az evangéliumot. Tehát nem összegyűjtvén, mint Nimrod, hanem elmenvén. Értitek? Tehát ö, gyógyuljatok meg ezekből a spirituális ragadozókból, pedofilokból, és, és ti magatok se legyetek ilyenek, vagy ha van bennetek ilyen hajlam, kigyó marás vagy harapáson menetek akkor kérjetek az adat, hogy gyógyítson meg, hogy aztán ti már ne ezt a rendszert vigyétek tovább. Tehát tényleg az elmétekből, a szívetekből is legyen a rendszer kiírtva, jó? Tehát ne csináljatok egy új rendszert, hanem egyszeren az embereket Jézusba kapcsoljátok be, mert lesz egy nyáj és egy pásztor, és ez nagyon jó. Tehát egy nyáj és egy pásztor lesz, és ő lesz a fej. És mi persze fogjuk egymást bátorítani, meg egymás lábát fogjuk mosni, jó, tehát egymást segíteni fogjuk, de, de nem ilyen rendszer lesz, jó, és ez a lényege ennek az Isten országának. Úgyhogy ennyit akartam mondani, és köszi, hogy meghallgattatok, gondolkozatok, imádkozzatok, esetleg a kommentbe írhatjátok meg, hogy milyen spirituális pedofiliával találkoztatok, jó? Mindannyian ebből ki kell jönnünk, nekem is a kontroll szellemeket le kell rakni, hogy, hogy dirigáltam, irányítottam meg minden, ebből meg kell térjek nekem is, ugye hoztam én is a rendszert magammal, tehát ne, ne, ez nem így fog működni, hogy egy nap alatt megtész az egész rendszerben, mindig rá fogsz mondani, hogy ú, még ez is a rendszerből volt, á, még az is. Jó, tehát lehet, hogy lesz egy ilyen kis átmenet, de legyen meg az a vágy a szívetekben, hogy atyám, én ebből megtérek, és nem akarom már ezt folytatni, hanem azt akarom, amit te akarsz. Jó, és ez meg az igéhez, ne magyarázatok bele semmit, ne vegyetek ki belőle semmit. Ez a genetikája Istennek, jó? A spirituális genetikája, és hogyha ez bemegy a szívetekbe, szelít szívvel fogadjátok a beoltott igét, az képes megtartani a lelketeket, jó? Tehát fogadjátok be, legyen ide ragasztva, a szívetek hústábláira írva, attól el nem se, jogra, se bar és még valami, hogy Isten ősz, hogy bemenjetek az ószövetségi törvények alá, mert az egy halálos út, az rabszolgává fog tenni téged. Galata levelet emiatt olvassátok el meg a zsidókhoz írt levelet, és esetleg a kolossi levelet. Tehát nehogy bemenjetek ilyen mózesi törvénykezésbe, meg ilyen Szent Jahua, meg Jahve, meg mit tudom én, Jeshua, meg Jahusa, meg ilyen bolondság, Nem menjetek abba bele, hanem Krisztust kövessétek. Kizárólag Krisztust kövessétek, azt tanulmányozzátok Krisztusnak a tanításait, meg hogy az apostolok hogyan éltek a levelekben mi van írva, jó? A mózesi dolgokat azt el lehet olvasni azért, hogy majd a szellemi harcban meg fogjátok látni az összefüggéseket a szellemvilágban, hogy az hogy kell, de most azzal ne foglalkozzatok, hanem Jézust kövessétek, mert Jézus már betöltötte a törvényt, jó? És a te igazságot sokkal nagyobb lesz, mint ezeknek a farizeusoké, jó? Ne menjetek bele semmilyen károsztatás alá, magatoknak is bocsássatok meg, és legyen magatokhoz is türelmetek, hogy jó, most már egy-két dolgot értek, akkor azt el szépen gyakorolni, majd hogyha hű vagy a picin, ha már begyakoroltad azt a picit, amit értesz, akkor majd hű leszel a sokon is, jó? De amit az úr megmutatott, ne lázadjál, csak mondd hogy uram, nem biztos, hogy értem, szeretném megérteni, és meg akarom csinálni a gyakorlatban, akkor kérlek segíts. De nem magyarázd ki, soha nem magyarázd ki, csak mondd hogy uram, még én látom, mi van ideírva, nem értem, de semmi gond, mutasd meg nekem. Jó? Um, Úgyhogy ennyit akartam mondani. Legyetek áldottak, gyógyuljatok meg, nőjetek fel a Krisztusban, és szaporodjatok, sokasodjatok a Krisztusban, és töltsétek be a Földet. Attila vagyok Isten királyságából, legyetek áldottak. Sziasztok!